Nyári repertoárjával érkezett Zséda az Orbánsági szaporcára. Ezzel koncertezik végig az egész nyarat. Korábban járt már a Bőközön, örömmel érkezett most is az énekesnő. Hogyha egy koncertteremben koncerteznénk, akkor egy picit változtatnánk, de a szabadtéri koncertek tekintetében nincs különbség. Egy nagyon picit hosszabb volt a Margit-szigeti koncert, vagy egy színházasabb, ilyen szabadtéri színházas koncert, az egy kicsit mesélősebb. Én abszolút ilyen fesztivál hangulatú műsort hoztam most ide. Nagyon vártam egyébként, hogy találkozzak a Bőköz közönségével, mert pár éve a Csók királlyal már jártam itt, és akkor megfordult a fejemben, hogy a saját műsort is nagyon szeretném elhozni, úgyhogy én nekem ez egy öröm. Imádom ezt az időszakot is, a télit is, de ezt is, mert tényleg nagyon jó látni, hogy mennyire felszabadult a közönség, meg a zenekar, meg tényleg ilyen jó bulis koncertek, de azért a romantikának is, hát az én dalaimból természetesen van létjogosultsága. És hát olyan highlightokkal telt a nyár, mint az Ed Sheeran koncert például, ahol opener előadók voltunk a csapattal, ami egy hatalmas nagy megtiszteltetés volt, és nagyon jól sikerült, hát ez tényleg mindenki a felegekben járt, előtte is, utána is, hogy ez létrejött, és hogy ilyen jól sikerült. Koncertnaptárja tele van Zsédának erre az évre. Cotton Club Singers is van, egy-kettő, de ugye hát ez már nem egy regláló zenekar, hanem tényleg ajándék együtt játszani, és hát a saját koncertek minden hétvégén, új lemez készül, Sátor a jó helyen, nagyon sok felé megyünk még, és Bari Lacival fog megjelenni egy duettem, ami hát jövő hét közepén most már hallható is lesz. Néha van olyan, hogy muszáj egy kis csere, de én nagyon szeretem a stabil embereket, és hát őket velük játszani. Az egész más, amikor együtt vagyunk a turnén buszban, együtt lobunk egész nap, és együtt csináljuk este a koncertet. Zsédának állandó zenekara van, évek óta együtt játszanak.